A diák élet színesítése, valamint a közösség összekovácsolása. Ezek mentén kezdte meg elnökségét 2 évvel ezelőtt Csüri Bence. A Székesfehérvári Diáktanács tisztúító ülésén a leköszönő elnök vegyes érzelmekkel búcsúzott posztjától. Hiszen, ahogy mondta, családdal szerveződtek, valamint számos közös élménnyel gazdagodtak ez idő alatt. Szerintem a pandémiás időszak után nagyon jól jöttek ezek a programok, és újra össze tudtuk rántani a Székesfehérvári Diáktanáccsal a fehérvári diákokat, hogy ne csak a megszokott programjaik legyenek, hanem tényleg egy pezsgő diákéletet hozzunk vissza a városba. A választáson résztvevő fiatalokat a város polgármestere Cserpalkovics András fogadta, aki köszönetét fejezte ki a diákoknak. Mert, mint fogalmazott, az önkormányzatnak nagy segítséget jelent a diáktanács és a diák önkormányzati rendszer, amely ötletekkel, problémafelvetésekkel és javaslatokkal segíti a Székesfehérváron élő és itt tanuló fiatalokkal kapcsolatos döntéseket. Ezért hívtuk életre ezt a diák önkormányzati rendszert 2010 után, és ezért örülünk annak, hogy azóta folyamatosan a diák önkormányzatok megválasztják a saját vezetőiket, képviselőiket az iskolai szinten, vezetőiket a város egészében, és a rengeteg program ma már hagyományossá vált rendezvény, esemény kötődik a fiatalokhoz. Persze a dolognak az a természete, hogy előbb-utóbb kiöregszenek, jönnek még fiatalabbak, ők átveszik tőlük a stafétát. Egy valami nem változik, hogy vannak ötleteik, van véleményük a világról, a városunkról, és ezt szerencsére meg is fogalmazzák. A testület új elnökévé Böhm Lászlót a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákját választották, míg az alelnökök Nagy Emese, Vacula Dominik és Zsombok Zsófia Nikó lettek. A választás után a fiatalok diákfórumon is részt vettek.